Sok szeretettel köszöntjük Önöket az Alsó-Petényi Vendégházaknál. Arra gondoltunk, hogy videón keresztül bemutatjuk Önöknek a házainkat, hogy jobban el tudják képzelni a házaknak a beosztását, a hangulatát, és azt is könnyebben el tudják dönteni, hogy melyik házban pihennének a legszívesebben. Levendula vendégházunk két teljesen egyforma, de egymástól teljesen elkülöníthető házrészből áll. Mindkét házrészben két-két szoba található, a szobák egy konyhából nyílnak, és természetesen mindkét szobához külön fürdőszoba is tartozik. Így házrészenként 4-4 főt tudunk elszállásolni, és mindkét házrészbe egy-egy pótágy is betehető. Tehát ha egy nagyobb társaság venné ki ezt a házat, akkor 10 fő részére tudunk itt szállást biztosítani. Mondanom sem kell, hogy ezt a házat szeretik legjobban a családos vendégeink. Hiszen ha bekukkantunk ebbe a kis házikóba, ez egy igazi kis gyerekbirodalom. Ezen kívül van a kertben homokozó, illetve van egy nagy zöld füves plac, úgyhogy itt lehet focizni, tollasozni, labdázni. Vendégházainknak van külön kocsi beállója, így lehet kerten belül parkolni. Zsálya vendégházunk szintén a Béke utcában található, átelemben a Levendula vendégházunkkal. Ebben a házban 2 darab apartman van, az egyik 5 fő, a másik pedig 2 fő részére ideális. Természetesen itt is mindkét apartmanhoz teljesen felszerelt konyha, és a szobákhoz természetesen külön fürdőszoba is tartozik. A vendégházunkat egy régi falusi parasztházból alakítottuk ki, nevét pedig itt a hátam mögött látható öreg körtefáról kapta. A ház csikótűzhelyes konyhájából 3 fürdőszobás szoba nyílik, így ebben a házban 6 főt tudunk elszállásolni, és további 2 fő részére pedig még pótágyat tudunk felállítani. Így ez egy nagyobb társaság vagy egy család számára is ideális lehet. A házunkhoz egy hatalmas nagy zárt kert is tartozik, hogy ez a házunk kutyabarát, ide vendégeink négylábú barátaikkal is érkezhetnek. Ezen kívül itt egy medencét is felállítottunk, úgyhogy a nagy nyári melegben itt fel is frissülhetnek. A vendégházunkban két teljesen külön bejárató és külön kertrészsel rendelkező kétszemélyes apartman áll a vendégek rendelkezésére. Mindkét apartmanban egy-egy szoba, konyha és a szobához tartozó fürdőszoba található. A vendégházunkban egy közösségi teret is kialakítottunk, így a vendégházunkban megszálló vendégek részére lehetőség van, hogyha többen érkeznek egy közös főzésre, egy közös csapatépítésre. Úgyhogy ebben a házban, ebben a közösségi házban van konyha, vannak közösségi mosdók, illetve van egy nagy tér, ahol egy 20 ember kényelmesen le tud ülni. Most, hogy megmutattam Önöknek a vendégházakat, biztosan felmerül Önökben a kérdés, hogy jó-jó, hát eljövünk ide Alsó-Petényre, de mit lehet itt csinálni? Tudnak bográcsozni, szalonnát sütni, grillezni, de tudnak egy jó pizzát sütni itt a Ribiszke háznak a kemencéjében. Elmehetnek egyet túrázni, kerékpározni, elsétálhatnak a Csertóhoz, megmászhatják a közeli hegyeket, fölmászhatnak a Prónai kilátóba is, de ha ez nem lenne elég, akkor piknikezhetnek a Prónai kastély tavának partján, és a nagy nyári melegbe akár csobbanhatnak egyet a Prónai kastély fürdőházának medencéjében is.